Egy sokak által használt járdaszakasz felújítása valósult meg Tamásiban a lakosság által befizetett kommunális adóból. 75 méter hosszan, nagyjából 100 négyzetméter felületen valósult meg az önkormányzati finanszírozású projekt, amely az útszakasz melletti korlátot is magába foglalja, tudtuk meg a település polgármesterétől. Amikor 5 évvel ezelőtt az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy bevezetésre kerül a kommunális adó, akkor egy olyan döntés is született, hogy ezt minden évben kizárólag utak és járdák felújítására fordítjuk. Ebben az évben a Hírt-Ferenc utcát sikerült teljes egészében megújítani, illetve ezt a járdaszakaszt, ami mellett itt állunk, ami azért is fontos, mert ez egy nagyon nagy forgalmú járda, és nagyon sokan közlekednek itt a két városrész között. A település rész, ahol sikerült saját forrásból a járdaszakaszt felújítani, sok fejlődésen esett át az utóbbi időben. Budán vagyunk, és hála Istennek ezt az utóbbi egy-két évtizedben egy kicsit hátrányos település részt fokozatosan sikerül rendbe tennünk, hisz a járda egyik végén található a sportokháza, illetve a Hunyadi tér, amely a közelmúltban került felújításra, és majdnem a másik végén pedig a Zöldponté Civilház nevű szintén új, megújult épületünk, aminek az átadására hamarosan sor kerül majd. A projekt kapcsán apróbb festési munkák maradtak a tavaszra, melynek során a Gonoszdi patakot átszelő híd korlátja is zöld színt kap majd.